Folyamatosan változó környezet veszi körül a vállalkozásokat. A gazdasági körülményeken túl a technológiai, oktatási, adózási, jogi környezet is változik. Ehhez pedig alkalmazkodniuk, igazodniuk kell a kis- és középvállalkozásoknak, mondja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A igazodás az állításunk szerint elsődlegesen a vállalkozás tulajdonosának, illetve a vállalkozás menedzsmentjének a felelőssége. Tehát az, hogy alkalmaz-e mesterséges intelligenciát, hogy a fönnforgásos vagy a körforgásos gazdasághoz mennyire tud igazodni, hogy az új technológiákat mennyire tudja alkalmazni a mindennapjaiban. Látjuk az internetnek a fejlődését, a számítástechnikának a fejlődését, az adatvezérelt döntéshozatalt, az, hogy minél többet tudok a fogyasztómról vagy a vevőmről, annál jobban ki tudom számítani, hogy mire van szüksége, hogyan tudom az ő kegyeit elnyerni. Nagyon-nagyon sok minden alakul át, és ezeket célzott előadásokban próbáljuk ma bemutatni. A mesterséges intelligencia szerepe a vállalkozások életében az egyik fontos témája volt a pécsi eseménynek. Parrag László azt mondja, az adatvezérelt döntési folyamatok fontos szerepet kapnak így. Például a munkavállalóknál, akiknek ismeri a személyes körülményeit a mesterséges intelligencia. Plusz benne vannak az iparági adatok, hogy azt a munkakört máshogy fizetik meg, milyen embereket keresnek, mennyire keresett az a munka, amit ő végez. Egy idő után a mesterséges intelligencia előbb meg fogja mondani, hogy ez a munkatársa máshol fog munkát keresni, mint sem ő maga is rájön erre. Mert a gép képes rá, ha nagyon-nagyon sok adatot bír, nagyon sok adat van benne, ennek a sok adatnak az elemzéséből meg tudja jósolni a későbbi magatartását a munkavállalónak. Ennek a technológiának a hasznosítása elkerülhetetlen lesz a jövőben, nem mondja az elnök. Fontosak a személyes találkozások a döntéshozókkal. A pandémia előtt gyakran szerveztek ilyen eseményeket a vállalkozások vezetőinek, mondja a helyi iparkamara elnöke. Most megpróbálunk ismét visszatérni a korábbi gyakorlathoz. Egyszerűen valódi párbeszéd csak személyes részvételen lehet. Ez a minisztériumi rúcsú ezt szolgálja. Ezen a mai napon finanszírozástól, technológiáig, adózástól kezdve minden fölmerül. Nagyon sok minden megváltozott világunk az utóbbi 5-6 évben. És ez rendkívül módon módosította a feltételrendszert a vállalkozásoknak. Tehát megpróbálom most egy olyan kommunikációt elindítani, hogy segítsünk egymásnak. Az eseményen elhangzott, az elmúlt évek nehéz eseményei meghatározó változásokat idéztek elő a gazdasági működésben. Főként a KKV-szektor szereplői esetében múlik sok azon, hogy megismerve a gyengeségeket és veszélyeket, megfelelő folyamatok mentén előnyé tudják-e kovácsolni azokat. Az új kihívások olyan vállalkozói kört követelnek, amely ellenálló, rugalmas, nyitott az újdonságokra és alkalmazkodik a változó kihívásokhoz.